Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. A helyzetet mindenki ismeri, felesleges részleteznem. 10 év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jöttünk, amikor a koronajárvány megérkezett Európába és veszélybe sodorta mindazt, amiért eddig megdolgoztunk. A helyzet, amiben hirtelen találtuk magunkat, igazságtalan. Igaz, hogy nem tehetünk róla, de ez nem változtat azon a tényen, hogy egy komoly kihívással kell szembenéznünk. A helyzet igazságtalan, de ez sem ad felmentést. Nem törődhetünk bele, nem fogadhatjuk el, meg kell vele küzdenünk. Ráadásul egyszerre kell megküzdenünk a járvánnyal és a gazdasági következményekkel is. Menteni az emberéletet és gondoskodni a jövőről. Most olyan gazdasági intézkedéseket kell hoznunk, amely átsegít bennünket az előttünk álló nehéz szakaszon. Ezért kidolgoztunk egy gazdaságvédelmi akciótervet. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozzunk létre. Ezt az akciótervet 3 ütemben hajtjuk végre. Az első ütemen már túl vagyunk, ide tartoztak a TB járulékcsökkentések, a katásoknak nyújtott segítség és a bankhitelek törlesztésének felfüggesztése is. A mai napon megindítjuk a második szakaszt. Az akcióterv 3 szakasza mindösszesen a nemzeti össztermék, a GDP 18-20%-át csoportosítja át, ideértve a jegybank által indított programokat is. A 2020-as költségvetéstől a megváltozott helyzet miatt el kell térnünk. Az erről szóló rendelet a mai napon megjelenik. A költségvetési hiányt 1%-ról 2,7%-ra emeljük. Mint Önök is tudják, 10 éve a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás mellett horgonyoztunk le, és ezt a horgonyt most sem szedjük föl. A mai napon 5 programot indítunk el. Mindegyik program számos alprogramot tartalmaz. A sok alprogram közül egyet-egyet fogok kiemelni. Első programunk a munkahely megőrzés. Itt a rövidített munkavégzés esetén készen állunk arra, hogy átvállaljuk a munkaadóktól a bérköltségek 1 részét. Ez a bértámogatásnak egy speciális magyar formája lesz. Második programunk a munkahelyteremtés. Itt beruházásokat fogunk támogatni, mindösszesen mintegy 450 milliárd forint értékben. A harmadik programunkban kiemelt ágazatok szerepelnek, olyan nemzetgazdasági ágazatok, amelyeket újra kell most indítanunk. Ilyen a turizmus, az egészségipar, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, az építőipar, a logisztika, a közlekedés, a film és a kreatív ipar. A 4. programunk a vállalatok finanszírozása. Itt kamat és garancia támogatott hiteleket biztosítunk magyar vállalkozásoknak, mindösszesen több, mint 2000 milliárd forint értékben. És végül az 5. ma meginduló programunk a család és nyugdíjas védelem program nevet viseli. Amiből most kiemelek itt egyet, aztán a legfontosabb, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. Ezt 4 részletben tesszük meg. 2021. februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok 1 heti nyugdíjat fognak kapni, és ez történik majd 2022-ben, 23-ban és 24-ben is. Most persze a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetünk el a nyugdíjasokról sem, nem feledkezhetünk el a szüleinkről és a nagyszüleinkről sem, akiket a mostani helyzet leginkább fenyeget. A miniszter társaim azért állnak itt, mert ők fogják ezt a programot végrehajtani. Palkovics miniszter urat arra kértem fel, hogy ennek az egész programnak a koordinálását, irányítását végezze el. Máger Andrea miniszterasszonynak az a dolga, hogy a állami vállalatokat lendületbe hozza és bekapcsolja ebbe a gazdaságvédelmi akciótervbe. Varga Mihálytól pedig mindannyian azt várjuk, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat, és egyúttal garantálja a költségvetési fegyelmet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, így állunk a veszélyhelyzet 26. napján. Nehéz időket élünk, de láthatják, egyetlen magyar sincs egyedül. Sikerülni fog, ha vigyázunk egymásra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.